Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Két választás között vagyunk. Illő, hogy egy pillanat felvételt készítsünk, nem csak a jelenről, de a közelmúltról és a közeljövőről is. Az európai parlamenti választás, illetve az önkormányzati választás van mögöttünk, illetve előttünk. A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy melyik politikai erő mit képvisel, de előtte talán az eredményről és a technikáról néhány szót. Az európai parlamenti választás nagy meglepetést nem okozott, de bizonyos átrendeződést igen. A kormánypártok hozták a formájukat, erősödtek, ennek megvolt az oka, ugyanazt hirdettük, mint amit tettünk évek óta, a nemzeti érdekek képviseletét. Az ellenzék pártjai megküzdöttek egymással, három párt gyengült, kettő erősödött, és ha ezt megnézzük, hogy miért, akkor röviden azt tudjuk mondani, hogy a DK egy erős kampányt folytatott, és hatékonyan szólított meg három réteget. Egyrészt az MSZP-ből kiábrándultakat, másrészt az Európai Egyesült Államok lázálmának képviselőit, és sajnos egy nemzet és egyház ellenes réteget is. Ezt jól mutatja az, hogy az elnök úr mostanában ritkán bérmálkozik. A Momentum esetében más történt, hiszen az SZDSZ utód pártjaként már nem enervált értelmiségiek vezetik ezt a pártot, hanem fiatal emberek, akiknek sikerült fiatal támogatókat szerezni más pártoktól. Mindez persze politikai marketing és mozgósítás kérdése, vagyis technika kérdése, de nézzük, hogy mit képviselnek a pártok. Sajnos előfordul néha az, amit az egyik pártnál látunk, hogy az elnöke az a tőle megszokott könnyedséggel szúrja hátba a szövetségeseit, de hát ez megint csak technika kérdése. Mit akarnak ezek a pártok? Látjuk, hogy két világ áll egymással szemben. Az egyik, ami Nyugat-Európában nagy támogatásnak örvend, ideológiailag, életforma szempontjából különbözik a miénktől, de látjuk, hogy földrajzilag is elkülönül a kettő. Nyugaton sajnos egy dekadens világ jelent meg, amely megtagadja a történelmi hagyományait, identitását, az emberi természet sajátságainak a követelményeit, és az önvédelmi reflexe is gyengül. Az idegen kultúra pedig csak a jéghegy csúcsa. Az ellenzék itthon sajnos a személyeiben nem is mindig, de intézményeiben ezt a világot tartja magához közelesőnek. A kormánypártok továbbra is nemzeti értékeinket, a keresztény gyökerű kultúrát és a normalitást képviselik. Most egy másik választásra is készülünk, az önkormányzatihoz, ami egy kicsit közelebb áll az emberekhez, mint az európai választás, hiszen a mindennapjaikat befolyásolja. A kormánypártok ígérete nagyon egyszerű, folytatódnak a fejlesztések a városokban, falvakban, még a fővárosban is, ahol az elmúlt években bizony sikerült a Demszki korszak kaotikus állapotát megváltoztatni és rendezett, élhető világot teremteni. Az ellenzéknél pozícióharcot látunk, alkalmatlan jelöltek küzdelmét, van, akinek fogalma sincs a városvezetés szakmai követelményeiről, és van, aki kipróbálta ezt, de gyengén teljesített, ő rászorul arra a kampánybeszédre, amit az előbb hallottunk a pártársától. És ilyenkor mi marad? Az ideológiai és az érzelmi kártya, a Orbán gyűlölet. Én bízom abban, hogy ahogy a többség az uniós választásokon a nemzeti érdek képviselete mellett szavazott, az önkormányzati választáson a szakszerű településvezetést támogatja, illetve rendezett és élhető településekre szavaz majd. Köszönöm a figyelmüket. Válaszadásra ismét Rétvári Bencének adom meg a szót, parancsolnám csak úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt ház! Tegnap volt Nagy Imre és mártírtársai űrötemetésének az évfordulója. Azt ünnepelhettük, hogy 30 éve szabadon élünk, 30 éves rendszerváltást ünnepelhettük. De egy másodpercre gondoljunk bele, egy gondolatkísérlet erejéig, hogyha nem lett volna rendszerváltás, ma valószínűleg hogy hívnák Magyarország miniszterelnökét? Valószínűleg Gyurcsány Ferencnek hívnák Magyarország miniszterelnökét akkor, ha nem lett volna 30 évvel ezelőtt rendszerváltás. És ha ránézünk az európai parlamenti választás utáni ellenzéki térfélre, akkor mit láthatunk? Az ellenzéki pártok azt mondják, hogy minél szélesebb körű összefogásra van szükség, minél több helyen, minél több mindenki vegyen részt az összefogásban, és ezt a Gyurcsány házas pár úgy értékeli a saját szótárukban ennek az összefogásnak, minél szélesebb körű összefogásnak, az az értelmezése, hogy mindenki mi alattunk, a Gyurcsány házas pár alatt, az ő hatalomba visszakapaszkodásukat támogatva legyenek részei ennek az összefogásnak. Ők tehát azt a konklúziót vonták le az európai parlamenti választás után, hogy nekik kell mindenkit maguk alá gyűrni, és ebben bizonyos részeredményeket az elmúlt időszakban magukénak is tudhatnak újabb és újabb jelöltállításokkal, újabb és újabb egyébként káosz és zavar okozásával az ellenzéki oldalon. De ez a tervük nem más, mint hogy olyan állapotot idézenek elő, ami akkor is bekövetkezett volna, ha nincs 30 évvel ezelőtt Magyarországon rendszerváltás. Azt jól láthatjuk az európai parlamenti választások eredményéből, a frakcióvezető úr is ebből indult ki, hogy ezzel az 52,5%-kal azt hiszem bármelyik európai politikai párt szívesen megbarátkozna és szívesen akarna ekkora támogatottságot elérni. Egy nagyon stabil támogatottság, rekord részvétel mellett rekord mértékű támogatás, hiszen olyan sok ember szavazott a Fideszre és a KDNP-re, amelyre nem nagyon volt példa korábban, sőt mondhatjuk, hogy nem volt példa korábban. Az ellenzéki szavazók is egy egyértelmű üzenetet küldtek, leváltották az ellenzéki pártokat, leváltották azokat a listákat, képviselőket, akikre 5 évvel ezelőtt szavaztak, 5 évvel ezelőtt meg a 10 évvel ezelőttieket váltották le, és hát nem tudjuk, hogy 5 év múlva pontosan kiket kire fognak leváltani és cserélni, de az egyértelmű, hogy ismételten megbukott az ellenzéki szavazók előtt, nem a kormánypártok előtt, nem a kormánypárti szavazók előtt, nem az országos arányokat nézve, hanem a saját szavazóik annyira elégedetlenek voltak az 5 éve ezelőtt kialakult garnitúrával, hogy teljes mértékben átvarjálták az ellenzéken belüli erőviszonyokat. A DK-nak bő félmilliós szavazóbázisa mellé, hogyha oda tesszük az MSZP most már pár százezeresre zsugorodott szavazóbázisát, akkor azt láthatjuk, hogy a magyar baloldal eredménye az, hogy 30 év alatt mit ért el, hogy volt egy másfél milliós szavazótábor, amelyik mindig a magyar baloldal támogatta szinte a választásokon, Gyurcsány Ferencig. Gyurcsány Ferencnek ezt sikerült 800 ezerre letornázni, majd most egy fél millióra letornázni. Tehát a stabil baloldali szavazótábor másfél milliós száma is alig valamivel fél millió fölé emelkedett. Ezek után inkább csak vágyvezérelt ellenzéki értelmezést láthatunk abban, amikor mindenképpen Gyurcsány Ferenc maga alá akarja gyűrni a teljes ellenzéket, de úgy látszik az ellenzékben nála erősebb szereplő nincsen. Az utóbbi hetek történései, az önkormányzati választásokra való felkészülés pedig úgy látjuk, hogy hétről hétre egyre inkább a mi általunk ellenzékinek, baloldalinak mondott, a baloldal által független objektívnek mondott sajtónak is a teljes önleleplezése, hiszen előbb Puzsér Robert, majd Kálmán Olga, most már Pikó András, a független, objektív, tárgyilagos sajtó emblematikus figurái hétről hétre csatlakoznak föl a baloldal jelöltjei közé. Egyik másikról még el is árulják, hogy nagyon régóta segíti a mi munkánkat, mondják erről ellenzéki vezető politikusok. Ez egy önleleplezés, egyrésztről kifogytak politikusok, úgy látszik az ellenzéki pártok, másrésztről pedig azzal, hogy ilyen gyors az átjárása a független, objektív, tárgyilagos újságírásból a baloldali pártpolitika által támogatott jelölteknek a sorába, ez azt mutatja, hogy ez a függetlenség és objektivitás természetesen csak a soros médiában volt valós jelző. Valójában itt egy elkötelezett és a baloldalt támogatni akaró újságíró csoportról beszélhetünk, akiknek egy része, mivel megszűnt alatta a tévéműsor, vagy megszűnt a támogatottsága a saját csatornáján, vagy korábbi műsoraiban, ezért a politikában próbál szerencsét. Érdekes nézni ezt a mozgássort, hogy a volt szocialista hordudvar, a Simicska Lajos által kitartott egykori jobbikos hírtévés hangulatból hogyan próbál a DK-hoz átlavírozni. Smuk Andor beszárása után a Roncsderbiből már csak Falus Ferencnek az újbóli feltűnése hiányzik, azt hiszem. Amit pedig ma napirend előtt hallhattunk Gréci Zsolt képviselőt, azt hiszem jól jelzi az ellenzék hozzáállását, csak egyfajta
megszerzés, hódítás, rablás volt, ami az ő szavaiból is kijön, hogy elrabolni a pozíciókat, elrabolni az erőforrásokat, és ebből építkezni politikailag. Remélem, ettől a magyar választókat megkímélő jó Isten. Köszönöm szépen!